Jób. Jó újra itt lenni. Úgy tűnik, nem sok minden változott. Ő a vádló. Ő meg mit keres itt? Istenhez jött beszámolni. Honnan jössz? Megkerültem a földet. Körülnéztem, hogy mi zajlik mindenfelé. Vajon mit akarhat? Mit gondolsz az én szolgámról, Jobbról? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Igaz, de megvan rá az oka, hogy féljen téged. Ja! Mindig is védelmezted őt, az otthonát és a dolgait. Mindenben megáldottad, amiben belekezdett. Nézd, milyen gazdag ember. De ha elvennéd tőle mindenét, amilyen van, akkor biztos, hogy megátkozna téged. Hogy? Mit akar már megint? Ez meg miért csinálta? Rendben, megpróbálhatod. Bármit megtehetsz azzal, ami az övé, de őt magát nem bánthatod. Jób az enyém. Superbook. A könyvek könyve. Őszinte részvétem, Phoebe. Phoebe apja nagyszerű ember volt. Nagyon fog hiányozni. Gyertek be, kérlek. Quantum professzor, hogy van Chris? Nagyon megviselte, hogy a nagypapája elment. Közel álltak egymáshoz. Chris a kertben van. Miért nem keresed meg Joy? Kérlek, gyertek beljebb. Jaj, Legi, merre bujkálsz? Jaj, ne csináld már, gyere elő! Gizmo, te meg mit csinálsz? Ó, Joy, de jó, hogy megjöttél a nyaralásból, olyan szörnyű! Jaj. Hallottam, mi történt Chris nagypapájával. Jaj, Joy, ez tényleg Chris legpocsikabb hete. Az egész ott kezdődött, amikor hazahozta nyárra az osztály leguánját, aki eltűnt. Aztán szörnyű vihar csapott le a völgyre szerda éjjel. Egy fahák betörtek Chris szobájának a plafonját, és eltört a karja. Még nincs vége? Tudod, hogy Chris gyűjtött egy kis pénzt az újságkihordásból. Ellopták tőle, amikor be akarta tenni a bankba. Tényleg minden rosszul sült el, Joy. Ráadásul a nagypapája is meghalt. Chris, sajnálom, ami történt. Miért történik velem ennyi rossz, amikor úgy igyekeztem jónak lenni? Chris, van, amikor... Hát többet már nem fogok erőlködni. Nagyapa meghalt. Chris, mindenhol kerestem Legit, de... Jaj, ne! Szuper! Én inkább maradok, és megkeresem az osztály leguányát! Visszaviszlek titeket az időben egy olyan emberhez, aki mindenét elvesztette, miközben megpróbáltatott az Istenbe vetett hite.
Mi folyik itt? Joy, vigyázz! Hé, vigyázz már! Jaj, ne! Elég szörnyű hetem volt, úgyhogy most ne akarj velem újat húzni. A szabeusok elhajtották jobb 500 igás ökrét. Jaj, de kár! És gyülekeznek a felhők. Nagy eséllyel esni fog a tűz! Ez nem igaz. Ennél rosszabb már nem is lehetne. Chris! Hadd gondolkozzam. Az egyesség úgy szólt, hogy Jobot nem bánthatom. De a lányairól és fiairól nem volt szó. Oh, ez nagyon fura. Jó, ez talán itt már biztonságban. Gazdám! Gazdám! Mi az? Mi történt? A marhák szántottak, a szamarak legeltek. A szabeusok rajtunk kötöttek és elvitték őket. A többi szolgádat lekaszabolták. Csak én szaladtam el, hogy elmondjam, mi történt. Gazdám! Gazdám! Isten tüze szállt le az égből, és megégette a juhokat és a szolgákat. Csak én maradtam meg. Portyázó káldeusok ütöttek rajtunk, és elhajtották tevéidet. Az összes szolgádat megölték. Csak én tudtam elmenekülni. Fiaid és lányaid az első szülöttet házában lakomáztak. De nagy szél támadt a puszta felől, és a ház rájuk szakadt, és mindnyájan meghaltak. Csak én egyedül maradtam életben. A gyerekeim! Miért történt ez velünk? Az Úr adta, és az Úr vette el tőlem. Áldott legyen az Úrnak neve. Gyűlölnie kéne az Istent azért, ami történt. Ehelyett meg áldja őt. Teljesen megtört a mi kis Jobunk. Sajnálom, de ezt a játszmát én fogom megnyerni. Vendégül tudna látni a házura egy megfáradt vándort. A gazdám most nagy gyászban van. Mindenét elvesztette. Alig maradt valami a ház népének. Ez tényleg igaz? Egy nap alatt vesztette el mindent. A családját, a vagyonát. Tudod, velem is sok baj történt. Tényleg nagy baj. És Isten hagyta, hogy ezek megtörténjenek? Mégis hogy tehet ilyet? Jó, biztos gyűlöli ezért. Épp ez az elképesztő. Minden baja ellenére. Még mindig dicséri Isten. Hát ez nem igaz. Az nem lehet, hogy valaki elveszti a családját és mindenét, amilyen csak van, és nem Istent kezdi el hibáztatni. Isten! Jobb úgy is ellened fordul! Hó,
honnan jössz, sátán? Megkerültem a földet. Körülnéztem, hogy mi zajlik mindenfelé. Mit gondolsz az én szolgámról, Jobbról? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Add a kezembe! Tudod, az ember mindent megadna azért, hogy mentse a saját bőrét. Nagyon nehezen tűri a fájdalmat. Mindenáron életben akar maradni. Verd meg Jobb testét fájdalommal, és szemtől szembe megátkoz téged. Isten megengedni a vádlónak ezt is? Legyen, a kezedbe adom. De kíméld meg az életét. Miért nem hagyja békén Jobbot? Miért engedi el neki Isten? Nem értem. Olyan fájdalmai lesznek Jobbnak, hogy még azért is átkozni fogja Istent, hogy megszületett. Mi történt? Mi ez? Mi történt, gazdám? Mi a baj? Mi történt vele meg? Mi történt veled? Fájdalom. Milyen gyönyör teljes hang. Hoztunk egy kis vizet. Milyen bűn hozta ezt rád? Fektessük. Szörnyem. Mik ezek a sebek? Még mindig ragaszkodsz az Istenedhez. Átkozz meg, és hallj meg! Úgy beszélsz, mint egy bolond asszony. Csak a jót fogadjuk el mindig Istentől, a rosszat pedig soha! Mivel tudnám megtörni ennek az embernek a hitét? Akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt azt adják. Mondod, az Isten lelete elveszti meg, hogy a minta vagy nyomorúsága születik az ember, de ahogy felnek szállnak a parázs. Akkor nyitná meg miakait ellened. Boldog ember az, akit Isten megdorgál. Kedves Jobb barátaitól, hogy eljöttek. Ilyen barátok mellett kinek kellenek ellenségek? A legrosszabbat feltételezitek, pedig nem tettem semmi rosszat. Azt hiszitek, hazudok? Már nem tudom a különbséget jó és rossz között. A fiaid megfizettek saját bűneikért. Miért nem fordulsz Istenhez és kezdesz helyesen élni? Tudjuk, hogy Isten nem utasítja el az ártatlant, de elfordul a bűnöstől. Add át szívedet Istennek. Fordulj hozzá imában, és hagyj fel bűneiddel. Bűnbánatot kell tartanod. Szerinted velem is ezért történt annyi rossz, Joy? Mert valami rosszat csináltam? Nekem is van annyi eszem, mint nektek, és ti sem vagytok jobbak nálam. A mindenhatóval akarok beszélni. Isten előtt fogom megvédeni az ügyemet, mert ti mesterien hazudtok. Ez nevetséges. Mi csak segíteni akarunk. Mi csak azért jöttünk, hogy magyarázatot találjunk. Mindjárt haszontalan orvosok vagytok. Inkább csendben maradnátok. Az lenne tőletek a legbölcsebb. Tessék, te meg miről beszélsz? Nézzétek, nem hallgat ránk. El sem kellett volna jönnünk. Istenem. Istenem. Két dolgot kérek tőled ahhoz, hogy meg tudjak állni jelenlétedben. Vedd le rólam rám nehezedő kezedet, a jelenléted ne rémítse meg engem. Szólíts, és én felelek. Vagy hadd szóljak én hozzád, és te válaszolj! Áruld el, hogy mégis mivel vétkeztem ellened!
jobb. Azok után, hogy ennyi rossz történt, még mindig hiszed, hogy Isten létezik és vigyáz rád. Bár csak leírnák az én beszédeimet egy könyvbe, vagy belevésnék egy kőbe. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ha a férgek a bőrömet meg is rágják, én testben fogom meglátni az Istent. Igen, a saját szemeimmel fogom meglátni. Tudom, hogy így lesz. Érzem. Emlékeztetsz a nagyapámra. Ő is úgy hitte, hogy te. Mi csak segíteni akartunk neki. Tanácsokat adtunk. Biztos, hogy bűnt követett el. Bocsánatot kellene kérnie. Nem akartok legalább elköszönni? Mondd meg neki, hogy elmentünk. Jobb helyében törölném őket az ismerőseim közül. Mi a helyzet? Jobb barátai elmennek. Jobb olyan makacs, hogy semmi sem győzheti meg arról, hogy hajtogatták, hogy jobb bűnös, és Isten ezért bünteti. Jobb bizonygatta, hogy ártatlan is. Amikor ilyen keveset tudsz. No, akkor öveszt fel, mint férfi a derekadat. Én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hogy vetettem alapot a földnek? Talán ott voltál? Ki határozta meg a szélességét és a hosszúságát? Mire bocsátották le oszlopait? Vagy kitette le szegletkövét, amikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok és az angyalok vigadoztak? Mikor megszületett a tenger, én szabtam meg határait. Felhőbe burkoltam, takarója lett a sűrűkön. Falat húztam köré, bezártam kapuit és azt mondtam, eddig jöjj és ne tovább. Kevés habjaid itt álljanak meg. Én vagyok a mindenható Isten. Te mégis azt állítod, tévedek. Akkor hát felej nekem. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki nem állíthat meg. Miért beszélsz ennyit, amikor ilyen keveset tudsz, kérdezted? Igazad van. Bevallom neked, hogy nem értem ezeket. Csoda dolgok számomra, amiket fel nem foghatok. Eddig csak hallottam rólad, de most már saját szemeimmel láttalak. Ezért magamat hibáztatom és bánkódom a porban és hamuban. Kérlek, bocsáss meg! Szél, Elifáz, Bildád és Cófár felé tart! Ez micsoda? Szélvihar! Mi történik? Fedezzék be! Szélvihar! Le a földre! Elifáz, haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán úgy, mint az én szolgám Jób. Most azért vegyetek magatokhoz 7 tulkot és 7 kost, és áldozzatok magatokért égő áldozatot. Jobb pedig az én szolgám imádkozzon értetek, és akkor nem büntetlek meg titeket. Jobb, kérlek! Bocsáss meg! Kérlek, bocsáss meg! Bocsáss meg! Jobb sosem vesztette el hitét Istenben. Tévedtünk! Jobb! Kérlek, imádkozz érettünk! És mi veled?
Az úr mondta, hogy mutassunk be áldozatot veled! Bocsáss meg nekünk! E világon sok nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Krisz, ott van Legi! Kapd el, Gizmo! Hű, de ügyes vagy, Gizmo! Úgy látom, kezdenek jóra fordulni a dolgok. Igen. Nekem is úgy kellene hinnem Istenben, mint Jobbnak. Még a bajok idején is. És ez nem minden. Mire gondolsz? Van még valami, amire Jobb megtanított. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ha a férgek a bőrömet meg is rágják, de én testemben fogom meglátni az Istent. Igen, a saját szememmel fogom meglátni. Tudom, hogy így lesz. Érzem. Miután Jobb imádkozott barátaiért, Isten eltávolította róla a csapásokat, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, ami volt. Ezután született Jobbnak még 7 fia és 3 lánya, és Jobb lányainál nem voltak szebbek az egész földön. És Jobb ezután még 140 évig élt, és meglátta az ő fiait és unokáit 4 generációig. Idős emberként halt meg, betelve az élettel. Magyar hangok. Gerő Bence, Pekár Adrien, Szokol Péter, Mihály Győző, Seder Gábor, Barbinek Péter, Mezei Kitti, Magyar Bálint,
Bolla Róbert, Papucsek Vilmos, Kisfalusi Lehel, Katona Zoltán, Gubányi György István, Barabás Kis Zoltán, Tokai Csaba, Háda János, Lakló Taladár, Hámori Eszter, Kökényesi Ági. Magyar szöveg Szekeres Katalin, gyártásvezető Bárány Judit, rendezőasszisztens Dohi Erika és Király Csaba, szinkronrendező Mészáros Károly. Ez a könyv hozzád szól.